Orvosok helyett hamarosan egyetemi végzettségű szakosodott ápolók is elláthatnak betegeket a kormány tervei szerint. Például házi orvosi területen, a sürgősségi ellátásban vagy a krónikus betegek ellátásában kaphatnak szerepet. A megkérdezett betegek egyelőre még nem barátkoztak meg az ötlettel. A Tények riportja után a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke dr. Balogh Zoltánt kérdezzük az intézkedésről. Jó, az 36-9. A lázát méri ennek a betegnek a házi orvos. Néhány év múlva hasonló feladatokat egyetemi végzettséggel rendelkező szakosodott ápolók is elláthatnak a tervek szerint. Idén indul a képzés a diplomával rendelkező ápolóknak, akik így jelentős terheket vehetnek le például a házi orvosok válláról, de más területekre is szakosodhatnak. Diplomás ápoló képzése már évek óta működik itthon, de eddig nem specializálódhattak konkrét területekre, és hivatalosan nem vehettek át feladatokat orvosoktól. A mostani tervekben éppen ez lenne az újdonság. A megkérdezettek még nem barátkoztak meg az orvosi feladatot ellátó ápoló ötletével, még az orvosi kamara elnöke sem ismeri a részleteket. Velünk a részleteket és a képzési követelményeket egyáltalán nem ismertették. Az pedig, amit szintén az újságban olvastam, hogy recepteket fognak írni, erre pedig csak egyet tudok mondani, nonsense, nem, kizárt. Az egészségügyi szakdolgozói kamara elnöke örül a kezdeményezésnek, hogy a diplomás ápolók számára lehetővé válik a specializáció és a mesterképzés. 6 különböző területen lesz erre lehetőség, például háziorvosi ellátás, sürgősségi ellátás, aneszteziológia és idősgondozás. Vendégünk a témában a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke dr. Balogh Zoltán. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, kívánom, hogy itt van. Ezek ugye non-doktorok, vagy legalábbis a szakmán belül így hívják őket, legalábbis ezt olvastam. Értem, hogy egyetemi végzettséghez kötött ez a helyzet, de nincsenek kockázata? El kell azt először előjáróban mondani, úgy volt, hogy a felkonferálás ápolók helyett, és orvosok helyett vannak ezek az ápolók, én azt gondolom, hogy az orvosok mellett vannak az ápolók. Magyarországon közel 4 évtizede van főiskolai képzés. Ezen belül is több mint 26 éve lehet egyetemi főiskolai ápolói oklevelet szerezni. 1990-es évek végén fejlesztették ki az egyetemi ápoló programot. 2001 óta van Magyarországon, tehát egyetemi végzettségű ápoló. Ami ebben egy újszerűséget ad ebben a mostani fejlesztésben, hogy ez eddig Magyarországon, ha valaki szakápolói programra ment, akkor a főiskolai végzés során és után nem egyetemi szintű specializációra mehetett, hanem egy középfokú. Tehát aneszteziológia, intenzív terápia és az itt felsorakoztatott specializációkra eddig is volt lehetőség, de középfokú végzettséget szereztek. Ezt hallhattuk itt az iménti összeállításban, meg hát ugye én is mondtam az elején, hogy házi orvosi, sürgősségi és krónikus ellátásban nyújthatnának ők segítséget, de hát ugye például leleteket minősíthetnének, recepteket írhatnának föl, de azért ez idáig az orvosok feladata volt, vagy legalábbis én azt gondolom. Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Ugye nagyon sok területről párhuzamosan beszélünk. Voltak és vannak is olyan területek, ahol orvosi felhatalmazásra jelen pillanatban is egy sor orvosi feladatkörben vonódik be, kerül bevonásra az ápoló. Akkor mondja meg inkább, hogy mi a legnagyobb különbség ezek között az úgynevezett egyetemi végzettséggel rendelkező ápolók és az orvosok között? Azt gondolom, hogy az a legfontosabb különbség, hogy ezek a szakemberek a jövőben, tehát ez nem jelen pillanatiban történő helyzet, 2019-től remélhetőleg olyan szakfeladatokat orvosi protokollok alapján kifejlesztett ápolási protokollok szerint tudnak végezni, amiben az önállóságuk sokkal nagyobb lesz, mint jelen pillanatban, ahol lehet, hogy van feladatkörük, és lehet, hogy van tevékenységük, amelyet orvos írásbeli utasítás alapján, javallata alapján végez, de most sokkal nagyobb önállósága tudnak. Én azt gondolom, hogy kiemeltük itt most a receptfelírás, ennek is lehet árnyaltabban vizsgálni, hogy milyen recept. Én nem hiszem, hogy az orvosok helyetti diagnózisalkotásban a elsődleges megválasztásában lesz szerepük, ha azt elképzelhető. De például a krónikus betegeknél, mondjuk magas vérnyomásban szenvedők, vagy a cukorbetegek között, ők megnézhetik a leleteket, minősíthetik a leleteket. Sőt, hogyha egy orvosi protokoll ki alapján a szakápoló havonta találkozik azzal a beteggel, megméri bizonyos paraméterét, adatait, elbeszéli, megnézi a különböző hipertónia kiskönyvét, diabeteses kiskönyvet, és látja, hogy ezek az adatok a terápiás tartományon belül és az állapot javulása, illetve szinten tartásán belül vannak, akkor ő a további terápia megerősítésében, közreműködésében már nagyobb szerepet
töltetve. Külföldi példa van erre? Rengeteg külföldi példa van Európában, és nem csak tengeren túlon. Igazán ott van már ez a doktori rendszer, hogy a klinikai területen ápoló doktorok tevékenykednek sokkal nagyobb önállósággal, de Európában Magyarország az a 8 ország, tagország az Európai Unióban, ahol főiskolai végzettség mellett középfokú ápolóikat és is lehet szerezni. Olyan felelősséggel bírnak majd ezek az emberek mondjuk egy recept feliráskor, hogyha nehogy is ne rossz receptet írnak fel, vagy hogyha rosszul minősítenek egy leletet, mint azok, akik orvosi diplomával rendelkeznek? Ebben nem, nincs teljes rálátásom világméretekben, de egy biztos, hogyha olyan szakmai irányelvek alapján teszik a felelősséggel a tevékenységet, akkor ugyanolyan felelősséget kell bírniuk bizonyos feladatokért, amit az orvosoknak kell, de mondom, nem az elsődleges szerepük van ebben, hanem már egy diagnosztizált folyamatban kell az ő szerepüket és tevékenységüket, szerepvállalásukat erősíteni. Ezért említettem mondjuk a magas vérnyomás és a cukorbetegséget. Nem ők fogják megállapítani, orszak, hanem azt egy kezelő orvos fogja megállapítani, és ők segítkeznek. És a gondozásban lesz egy sokkal nagyobb, vagy az idős ellátásban ugye egyre inkább, egyre nagyobb tömegeket érint az akut betegellátáson túl a krónikus betegellátás. Az idősek egyre nagyobb számban intézményesített ápolási intézményekben, otthonokban, idősek otthonában kerülnek ellátásra, vagy éppen a lakóközösség, említették a háziorvosi rendszer, nem gondolom, hogy a háziorvosi rendszer kiváltására lesz ez, hanem a háziorvosok mellett 8-10-15 praxisonként kell olyan szakápoló, aki sokkal jobban tudja koordinálni a betegek otthoni ellátását, lásd inkontinenciában szenvedő betegek. A kiváltásról beszélünk, pontosabban ön hozta ezt szóba, épp azt akartam kérdezni, hogy lehetséges, hogy nem lesznek olyan várólisták, vagy hamarabb oda jutunk ezek szerint nem az orvoshoz, de az ápolóhoz magához, aki tud rajtunk segíteni, nem kell annyit várni. Angliában több évtizede így működik az alapellátási rendszer, külön rendelnek az alapellátásban az ápolók, és külön az orvosok. Nagyon szoros szakmai kommunikáció és kapcsolat van a két szakembercsoport között, esetmegbeszélések és napi-heti megbeszélések, de ugyanakkor sokkal nagyobb önállósággal tudják ellátni a betegeket. Egy nagy erénye van ennek a rendszernek, hogy az orvosnak, a háziorvosnak sokkal több idő jut az akut ellátásra és az aktív betegforgalomra, mert hogy egy rengeteg más területet leveszi. De az akkor azt kimondhatjuk, hogy a beteg hamarabb jut ellátáshoz. Én azt gondolom, hogy sokkal hamarabb ilyen tekintetben. És mondja, nagyon merész az a kérdés, hogy akár eljuthatunk odaig is, hogy mondjuk ilyen egynapos műtéteket ők elvégezhetnek? Én azt gondolom, hogy ez egy futurisztikus lehetőség a rendszerben. Egy biztos, hogy az ápolók mellett más szakmaterületek is egyre jobban specializálódnak, főiskolai, egyetemi fokozattal képítik. 5 év lenne egyébként a képzés az egyetemen nekik? 5,5 év. Jelen pillanatban 5,5 év. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon minden egyébként a labordiagnosztika, képi diagnosztika területén is, ahol már van egy egyetemi fokozat, ott ugyanilyen 5,5 év összességében az összképzési időtartam. Ezeknek a szakembereknek a szerepe az egészségügyi ellátás területén sokkal markánsabb, ha külföldön járunk és külföldi szakmai területeket nézzük. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy sokkal több feladatot is tudnak átvenni. Nagyjából fél percünk maradt. Mondja, hogyha egy ilyen non-doktor, én így hívtam, szeretne orvos lenni, akkor milyen egyéb képzéseket kell elvégezni ahhoz, hogy ő ebből az ápolói státuszból orvos státuszba kerülhessen? Hát erről nekem sincs információm őszintén. Csak azért, mert szóval ő tanul 5,5 évig, ugye az orvosi egyetem elvileg 6 év, tudom, hogy van még egyéb képzés utána, de hogy van olyan, amit vizsgákat át tud vinni? Tekintettel arra, hogy ezek a képzések mind olyan területen folynak, ahol általános orvostudományi képzés és egészségtudományi képzés van, ő az 5,5 éves tanulmányait elsősorban az ápolástudomány területéről szerzi, tehát vannak átfedések nagyon sok mindenben, de egyébként a kettő között különbözőség van. Balogh Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.